I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbi vagyok, és most itt vagyunk a Need for Speed-ben, és folytatjuk a story módunkat. És elméletileg ebben a részben ugye a végére érünk a game-nek. Csak előbb csapatjuk még nekét. Ugye ezt az Edis Challenge-et. Time Attack fog most jönni. Na, jól láttam, voltak többen is. Három percünk van. Jól láttam, hogy voltak ott többen, csak nem számít bele a versenybe. Ja, hogy ez olyan time-etek, hogy a köridő számít, aha. Így már vágom, mi van. Először nem esett le, hogy mi van itt. Ez a GTR-ről elég lesz ide. Jó kérdés. Nem is szeretem kanyarodni. Parom, még majdnem belelök az autóba. Csak ne jöjjön egy rohadt rendőr. Tudom menni mellette. Fel vissza az érre. De valaki javít, akkor szoktuk. Zsír. Nem jöjtött senki. Na, hol a következő? Körverseny, fantasztikus.
Először azt hittem, mondom, 4 körös, hát az... hogy... de így is 3. Ez visz 9 km, szóval nem annyira vészes. Meg el kell jönni ide hátra, azaz. Az a baj ezzel az autóval, egy kicsit hosszú. Legalábbis úgy érzem. Jó volt. Még egy karika. Estemt a paraszt. Ott áll az utca közepén a szarlambójával. Most nem kéne elrontani, és akkor jók vagyunk. Azaz. Na, ez szép volt. Megint egy körverseny, de most láthatunk a Ferrari-ra. Ma még ezzel együtt ilyen challenge van, és akkor azt ki is fulloztuk.
Hopsz, egy picit felnyomtuk a Porsét a falra. De lehet jobban jött volna. De imádom ezt ebbe a játékba. Jobbra kanyadok és balra megy. Nem igaz? Tehát jól benéztem. Azt hittem, hogy balra kell kanyarodni. Utána a többiek. Ja, zsír. Következő. Na ez egy sprint. Elvileg rövidebb lesz. Ez a Ferrari mennyire nem akar kanyarodni. Ez véletlen. Thank you.
Na, még 2 kilométer van hátra. Jó lenne hiba nélkül megcsinálni. Zsír. Minden után hívod az Eddie. Körverseny ez is. Az hova ment az egyik ott? Neki akart menni a falnak, hogy mit akart? Fogyatékos. Akkor lehet azóta szeret a Ferrari, amióta ráraktam ezt a body kit-et. Azóta olyan... másabb egy picit. Nem baj, jól néz ki rajta, az a lényeg. Szép volt. Most figyelem, hogy ez 4 körös, akkor azért volt 10 km fölött. Hát ez nem igaz. Nem értem ezen az autón, hogy ez miért van. Hát... jár rám a ród ezen a rohadt versenyen.
Ó, bassza meg, most fényem az utolsó karika. Hát ezt ott nem nyeljük meg. Ha nem is kanyarodik ez a fos. Nem menjünk, most nézzük meg ezt az átvezetőt. Kaptunk egy monstert. Kíváncsi, hogy lesz-e még versenye. Mondjuk vissza. GTR-ért. Lehet tudni vannak ezeken át, ha van valami új cucc. És ennyi volt az a új cucc. És kb. Ennyi is. Akkor mi van versenye? Drift. Na most csináljunk az edis challenge-et tovább.
Hát, ha jobban kéz rá majd. Vannak ezzel is kocok, de ezek még annyira nem vészesek. Szóval így megyünk körbe-körbe, akkor jobb vagyunk. Szerintem ez az autó felrajta a jobb egy fokkal. Felrajta ez nem nagyon való ilyen helyekre. Van egy kisebb előnyünk is. Most én szálltam vele, de nem kellett volna kézifék. Ide meg pont kellett volna. Szépen oda basztam a verdát. Istenem, ez az idióta. És lehet emiatt szívom meg. Zsír. Hú, azt hittem, hogy ott annyi a versenynek amúgy. De szerencsére a Skyline nem hagyott cserben. Na, még kettő van. Most jön egy drift, az könnyű. Legendary Skyline.
Lehet egy normális pálya is. Ne szarítsd meg a farat, idióta. Néztem oda mennyi idő van még belőle, de hát szóval szerint idő van, nem a kilométert nézzük. Ugye azért nem ilyen megkörös a verseny úgymond. Kicsit hozzáért a korlátot és ennyi. Hopsz, a Porsche is elment a másik irányba. Na hát ezek már nem jönnek utol elméletileg. Mire nem dőlök? Nem, engem jól van. Na és menjünk az utcsóra, az meg egy sprint lesz. Szépen belekoccoltam. Ez 20 km basszus. Az úgy csó verseny. Az Edis Challenge-ből. Nincs nitró.
Hát ez nem igaz. Azt se tettem, hogy nem fog kanyarodni. Kb. A felét letoltuk a versenynek. És a 7-es fokozat is a GTR-be. Ezt nem is figyeltem eddig. Az a büdös patka. Nitrogéne. Mi lett az olyan lassú? Ne szívas már! Újra. Jól lennék is előnyt kiépíteni itt az elején már. És akkor a kisebbé van bukunk, akkor nem lesz gáz. Ott valami hülye gyerek nekem jött.
Mondjuk ide lehet jó lenne a Ferrari, az egyenesekben gyors. Ciao! Ott azt hittem belecsapódunk a betonkorlátba. Hát most tudja, jobb lenne a 100%. Nincs nitróm. Hát ezt valószínűleg nem nyeljük meg. De azért hát ha. Hát is itt között. Hát ez nem igaz. Még van 10 kilométer, szóval ez még hozható. Valahogy sejtettem.
Erről már. Nem. Faszom, most elvasztam egy csomó időt ezzel. Na jó, irány a Ferrariért. Na erre kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz jobb. Szerintem a gyorsulás mindent elmond. Egyértelműen érezhető, hogy sokkal jobb. Sok volt a kézifék. Eddig hiba nélkül megyünk. Eléggé meglepő. Nem tud vele felváltani. Három hatvan kettő a full.
Hogy a szarba értek azok ilyen gyorsan utól. Anyak ez négy fog a split logika. Csak bejött egy hiba. Azaz így rakjál vissza a fogyatékos játék. Pattog. Nem is nitrózok, az a biztos. Jó, megvan. Hát az ütközésre nem gondoltam volna. A klubus tucat még nem írtam át, amúgy azért írja még mindig azt. Jó, kifullazva. Akkor csapások tovább a Ferrari-val, ha már ez van nálam. Ja, hogy ez drift? Hát ide a réter lehet jobb lett volna. A cánfoljon rám a Ferrari. Na jó lesz az ide, hogy látom egy kanyarat 20.000 pont. Szakadnak ezek az idióták. Thank you.
Ne lögdössél már, rohagyd meg! Aztán megszívtad el. Na, van még egy verseny. Hát... És szerintem ez is drift lesz. Hú, de jó, hogy megadta a pontot a falos csapódás előtt. És a szózzal azért úgymond ilyen keveset. Nem sokkal nyertünk. Hat ezer ponttal nyertem csak. Miért szegény Ferrari? This is it. You're calling a big show now, so
A paraszt. Nem kéne elhúzni tőlük. Gyertek már! Tudtam, hogy messze leszek. Az a baj, szét van szakadva a mezőny. Azaz. Ezt túl lemaradtam róla. Hát ezt szoktuk. Ilyenkor meg megy, mint az állat. Akkor nem kéne. Allez. Na most inkább itt maradok hátul. Ó, 2-4-es szavazó is van. Akkor takarítod csak előre.
Mennyi széthullottak, hát beszarok ezeken komolyan. Fantasztikus volt. Az igen, olyan vagy driftelsz. Istenem, gyertek már. Megy mellőlem, véna gyerek. Á, most jobban állunk, mint az előbb. Az már nem sok kell. Gyertek már. Ja, az meg van. Na, de mi csapatjuk tovább. Zsír. Gyártvezető. Na, buli van. Yo, what's up? Yo, something. Got you something. Yeah. Cheers. Cheers. Oh, welcome to the party. You aced it. Yeah, bro, you're killing it. Honorary double.
Straight up. Putting the Ventura crew on the map, bro. All right, I'm gonna post this. Hashtag risky devil. Hashtag best night ever. Best until next time. Not till next time. Next time, yeah. Should we go inside? Yeah. Come on. És akkor még kell nekünk fog a 5 perces üldözés a golffal, ugye, mert az 200 ló alatt van. Azt hiszem, hogy annyira csináltam, mondom, hogy mindjárt nézem. Egy történet szál van így, és talán szerintem annyi is. Csak találnom kell rendőröket, ugye? Ami már nem olyan egyszerű. Jó, 193 lovas, oké. Ay, ma mختصر. És persze, hogy a rendőr sincs a közelbe. Mit tudnék ezeket csinálni, hogy üldözzenek? Jelenleg az kéne. Na, hol van? Alal itt nyomajogott. Na megkezdek egy drifteni, hát ezzel nem nagyon kell, hogy látom. De máshol hol van rendőr kapitányság? Máshol is jó. Aha, ott van egy, akkor ide teleportálunk. Na, most már üldözzetek. Most komolyan kinyírtam.
Ja nem, jó, akkor az az. Csak volt egy kis fáziskésés a rendőrnél. Na és akkor mostantól számítva 5 perc. Azt szépen megcsináltuk. Csak 5 perc, akkor a bounty nem számít. Én szépen elkocsikázunk egymás mellett. Gyere már! Ej, van bőven idő. Gyere már, ne légy fogyatékos. 10 a GTA-ban rendet eskü. Mondjuk így is, hogy megy az idő. Mozdulj már meg. Rossz volt nézni eskü. Hát az. Gyere csak vissza. Jó, már fele idő megvan. Nem arra te fagyaték, hanem erre. Anyád! Hogy felbaszott a falra? Ezt a kis szart ad anyám mi. Na-na-na-na-na-na! Majdnem fagyos volt a hangulat. Na már nem sok idő kell. Csak hogy ezzel hogy lógok meg előle majd?
az idő megvan, most már csak el kéne húzni. Hát nem pont így. Rendben, ne se szállja, hogy ott marad. Hassza meg vagyunk. Gyere, nem a verseny, de mennyi tudunk van akkor. Úgy is vannak új cuccok elérhetőek. Itt rontottan legyen mérföldes tempón, de annyi baj legyen. Ja, az megvan. Jön a Ferrari. Amit meg lehet venni bele. Na és verseny jön. Kilométer. Már jól kezdődik. Lassít le annyira, de őket meg nem.
A paraszt. Ja, ez nem áttörés volt, jó. Ja, hogy idejött mellém, legalább beállított a helyes irányba. Verseny, hát ez egy rakat szar. Én akkor tudom, hogy ilyen kacskaringos a pálya, akkor nem a Ferrari-t hozom ide. Mert ez csak a gyors szakaszokra jó. Hát például az ilyen. Mennyi kocsi van most, hát beszállok. Rohadt. Hát ezt nem hiszem el, nem hiszem el. Büdös rohadt rendőr. Pusztult volna meg. Jó, elkaptak, fantasztikus. Milyen szépen nyertünk volna, hogyha ez a hülye nem jön szembe velem.
Vagy nyelvünk van már, hogy ismerjük a pályát. Szóval így jobbaknak kellene lennem. Szépen megfogalmaztam. Mindjárt jobban megy. Találat volt. Smell a faro. Mondjuk itt a végén jók vagyunk. Kár volt elkiabálni.
most kell odafigyelni, hogy jöjjön megint egy idióta. Jó, meg vagyunk. Volt egy-két része van, azt hittem, hogy ennek annyi. De szerencsére nem így történt. Utána a környék zsernyákokkal. Jövünk egy átvezetőre. Mindig a monsztereket adagatják, hogy beszélek. Hát, hogy ennyi volt, de picit várom még, hogy hát, ha ad be versenyt valami. Itt csináljunk egy fotót a járgányról. Úgy ezeket nem mondottam, hogy vannak benne ilyenek is. Ezekkel úgy nem jár semmi, csak úgy lehet csinálni, és ennyi. Akkor ugye kocsi alkatrészek is vannak, vagy nem tudom mik ezek. De ez is helyen semmi, ez is csak lehet gyűjteni, és ennyi. Menjünk vissza a garázsba. Ki vannak foglalkozó járgányok? Na ez mit akar? Ja, hogy ennél még van verseny? Akkor csapatjuk.
végezzek a top 3-ban. Akkor király nem muszáj nyerni, de az egy győzelemre fogunk törekedni. Huszonnégy kilométer, Jézus! Most én voltam a hülye, mert én kanyarodtam rá. Kanyarodik, hát... Ezt nem értem. Ez a baj az, amióta a Wolves Games csinálja NFS-eket. Ez a... driftes kanyarodás, ez... Ez véletlen szar. Jég. Szerintem az is egy verseny volt. Nem lehet lejött egymás mögött, vagy hat autó. Faszább előnyünk. És akkor ezek szerint 4 perc egy kör. Vagy ez már a második.
sikerült volna hiba nélkül ez a verseny. Sehol nincsenek a többiek. Csak 4 kilométer. Király. Szárnyalt az autó ezen a versenyen. Sajnos sprint lesz. De viszont nyernünk kell. Keresett keresztbe ott.
Ja, hogy itt van mindenki, aha. Csak most olvasom itt a neveket. Hát valaki nekem jött. Szarom, hogy ilyen sokan vagyunk. Nem utol a povasét. Úristen, megint mentem el, hogy mindig a 20 kilométer. Valahogy sejtettem ezt.
mire fordul. Csak a rendőrök hiányoztak, és köszönöm. Hogy elmentem köztük. Kicsit meg unalmas volt a végének a versenynek. Miért Travis hívott? Ja, nagy buli van az. Na hát ezt végig csapattuk.
Hát az irányításon kívül szerintem egy élvezhető játék amúgy, mert én nagyon bírom ezt a gémet. Annak ellenére is sokan azt mondták rá, hogy én szar. Hát tetszett ez a stream, akkor csapassatok rá egy like-ot a YouTube-on, iratkozzatok fel, vagy kövessetek be itt Twitch-en. Remélem élvezhető volt. Facebook Adam GT, akkor mindent ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!